Sziasztok, kedves hallgatóink! Köszöntünk titeket a Hiperkocka legújabb adásában, a stúdióban Cebe Gábor. Sziasztok! Murányi Pál. Sziasztok! És Csányi Lilla. A mai alkalommal folytatjuk az előző héten megkezdett témánkat, a virtual reality-t, ezúttal a fikcióban. Van-e esetleg kedvencetek, ami ezt a témát dolgozza föl, merít elemeket belőle, satöbbi? Én nagyon szeretem a Shadowrun világát több okból, és hát ott, mint minden, ami elképzelhető, ez is megjelenik. Az ottani Matrix néven futó virtuális valóságban, ahová ugye a megfelelő interfésszel ellátott emberek, a dekások jól be tudnak dekázni, és hát ott a számítógépes hekkelésnek a oldása egy ilyen, mégis egy ilyen extra fantázia világ, ahol minden egyes programnak egy háromdimenziós reprezentációja van, ami nagyon-nagyon menős, de hát ugye nagyon nagy bajba is tudsz keveredni, ha esetleg az ottani jelenlétedet letiltja a gép, mert hát ez úgy jelenik meg, hogy jól lemészárolnak, és a visszacsatolás révén ebbe akár bele is halhatsz. Ami engem illet, ha egy kicsit lehetek casual, akkor a Matrixot tudom mondani, de ha meg nem akarok annyira casual lenni, akkor a Cherubion kiadónak a Cherubion könyveit, Cherubion világát. Arról mesélsz egy kicsit, mert nekem például fogalmam sincs róluk. Igen, hát ez nem technológiai virtuális valóság, inkább ilyen mágikus, de a koncepció ugyanaz. Emberek élnek itt a Földön, és bizonyos emberek képesek kómába esni, és amíg kómába vannak, addig egy másik virtuális valóságban léteznek, és ott csinálhatnak dolgokat. Ugye a főszereplőnk Leon Silver, aki belezuhan valami svájci tóba korcsolyázás közben, és kómába esik a hidegtől, és ott kezdődik el igazából a sztori. Hát nyilván a sztorinak a 99,5%-a az ebben a Cherubion nevű alternatív valóságban játszódik. Ami egyébként a mi valóságunktól eltérően egy ilyen mágikus fantasy világ. Igazából nem is hoztam volna fel, mint példát a Cherubion, tehát szembe se jutott volna, pedig hát valamennyire ráillik, csak pont az, amiatt, amit mondasz, hogy ez végül is egy fantasy történet, egy ilyen kis háttérmagyarázattal. Hát sokkal igen, inkább, mint a... Mondjuk nem opcionális ez a virtuális valóság, de végül is a Matrixban sem. És aztán a Cherubion sorozatnak a későbbi részeiben azért vannak olyan részek, hogy a Cherubion világán fontos figurákat megkeresik itt a valóságban, és mondjuk itt töli meg valaki, meg hasonló. Tehát végül is a virtuális, valóságos alapsztoriknak az elemeit tartalmazza ez a saga. És neked, Lilla? Így belegondolva, nekem a legnagyobb élményt eddig a Saints Row 4 adta. Mert egyszerűen ott annyira szórakoztató élmény rombolni a virtuális környezetet, és galibát csinálni, meg az egész játéknak az atmoszférája annyira ilyen könnyed és laza, hogy egyszerűen nem lehet nem szeretni, ha az embernek van egy ilyen sajátos humora. Igen, és ott ráadásul a virtuális valóságot rombolod. A játék, amiben a főhős bekerül a virtuális valóságba az első 10 percben. Igen, amiből kikerül egy másik virtuális valóságba. Honnan indult ez az egész virtuális valóság a fikcióban? Szerintem egyértelműen a sci-fi regényekből. Egyesek szerint már az ókorban. Ó, a Plátó barlangja. A Plátonnak a barlang elmélete? Igen. Hát ugye azt nagyon sokszor szokták felhozni, mint a Matrix alapját, amit azért egy kicsit erőltetetnek érzek. Kicsit talán messzire mennek vele. Hát Pláton szerintem sok mindenért lehet okolni, de pont ezért talán nem. Keanu Reevesért nem ő a hibás.
Én amikor utána néztem, azt láttam, hogy egy 1930-as sci-fi regényben jelent meg először a virtuális valóságnak a fogalma, ami hát arról szól, hogy ott is a főhősünk valamilyen módon ilyen kómába esik, talán, vagy valahogyan el tudja érni azt, hogy hibernálódjon, és a egyre távolabbi jövőkben ébred föl, és ez egy ilyen novella csokor végül is, és minden egyes novella egy másik problémával foglalkozik, és nagyon sok modernkori sci-fi settinget megalapoz ez a könyv. Majd megtalálhatjátok a linkjét az adás alatt. Én tervezem elolvasni, mert érdekesnek tűnik. És az egyik ilyen felvetett probléma az az, hogy az emberek egy bizonyos korban két csoportra oszlanak, és az egyik csoport az alvók, azok az egész életüket egy ilyen mesterségesen előidézett álomban töltik, ami ilyen gépek által elérhető, hogy ezek az álmok így irányíthatóvá váljanak, és egy ilyen közös mesterséges valóság jön így létre, amiben ezek az álmodók bent ragadnak végül is, vagy hát saját akaratukból nem akarnak kijönni innen. Mondjuk ez már tényleg egészen haj az a Matrix koncepciójára. Jó, a Matrix azért nem a semmiből, ilyen derültékből villámcsapásként érte a science fiction világát, hogy atya úristen, micsoda fejlemény, micsoda áttörés. Persze, a fikcióban. Világos. Tehát azért az egy alaposan megalapozott koncepcióra épül. Világos, igazából szerintem a Matrix a valójában a film technológiai dolgai miatt robbant olyan nagyot, tehát ugye ez a slow motion dolog, ez annyira újszerűen volt használva a Matrixban, ugye ez a belassítások, a Neo puska golyó kerülgetése, stb. Inkább azt mondanám, nagyon sok Smith ügynök. Ilyen típusú trükköket nagyon jól használták. Hát inkább azt mondanám, hogy az egésznek a hangulata, tehát jól átélhető volt ennek a figurának a története az első részben, ennek a kocka programozó gyereknek, akit szépen kirántanak a saját valóságából, és az egész szuperhős lesz belőle. Jól össze lett rakva. Hát igen, a második, harmadik rész az már nem volt annyira. Hát az első részben is már szuperhős lesz belőle, tehát hát igen, ki ne gondolkodott volna azon már életében, hogy milyen király lenne programozni a valóságot. Milyen jó bugokat lehetne csinálni. Én szívesen programoznám a valóságot. Hajaj, én nem szeretném, ha te programoznád a valóságot. Miért? Nagyon, szerintem olyan hosszú a lista, hogy kifutnánk az adásidőből. Szóval nem szeretnéd, hogy... Nem. Okay. Hát jó. Szóval a sci-fivel indult minden. Hát és meg is maradt nagyjából ott, azért a sci-fi az igazán jó táptalaja ennek, meg hát talán leginkább ugye a kiberpunk az, ami imádja ezt a témakört. Tehát ugye a nagyon távoli jövőben nagyon sok egyéb izgis dolog van, és ott egy kicsit ilyen retrográd, hogy jó, és egyébként bemehetünk a virtual reality-be is, amellett, hogy nem tudom, a 8 méter magas csápos rettenetekkel vívjuk épp az űrcsatát, és hát ott egy kicsit máshogy is szokott megjelenni, tehát a Star Trek a legismertebb, nem tudom, franchise, amiben nagyon prominensen ott van, és hát ott inkább egy ilyen az aktuális problémáktól eltekintő epizódokban szokott történni valami a holoszobában, ahol meghökkentő módon mindig a föld múltjába szoktak visszamenni a szereplők, mert azt elég jól olcsón meg tudták csinálni. Hát nem is akármilyen múltjába, hanem valahogy a 20. század vége előtti időszakokba szoktak visszatérni, és elég ritkán mennek a
21., meg 22., meg 23. századba vissza, ez olyan ritka. Kicsit olyan, mintha a történelmi filmjeink nem születnének, ami később játszódnak, mint 1700. Mert csak. Hát és illetve, hogyha még egy ki akarjuk terjeszteni az analógiát, és mondjuk az összes történelmi filmünk, mondjuk nem tudom, Dél-Franciaországban játszódna. Igen. Hát ez egy nagy hibája a Star Treknek. Hát, nyilván érthető, nem, hogy miért történik. Hibája, ez egy nyilvánvaló büdzséből fakadó döntés. Hogy néhány helyen azzal orvosolták, hogy magát a holoszobás eventet nem mutatták meg, csak az, hogy jönnek ki az eventből, így beöltözve valaminek. Közben eszembe jutott egy nagyon más megközelítésű virtual reality koncepció, amit nagyon kedveltem, a Diaspora, ahol az össztársadalmi virtuális valóság és az introdusz kérdését feszegetik. Igen, hát szerintem már többször felmerült a Diaspora, azért egy eléggé meghatározó, korunk egyik meghatározó műve. Hát, vagy legalábbis egy nagyon egyedi mű, az biztos. Maradjunk az egyedi mű. Igen, hát ez már kifejezetten egy nagyon modern kori virtual reality témakör, ez a mi lesz, hogyha mind beköltözünk a virtuális valóságba. Amiben talán különleges tényleg a Diaspora az az, hogy valamiért azért a legtöbb science fictionben a virtuális valóság mindenképpen negatívumként jelenik meg. Tehát a virtuális valóságban valakik ott ragadnak, valamilyen emberek. De miért mondod ezt? Szerintem a Snow Crash-ben sem, Ready Player One-ban sem azért. Meg van, ahol igazából hát, csak ilyen díszlet. Azért a Ready Player One-nak annak ellenére, hogy végig azon tombol az összes fős, hogy mekkora királyság az Oasis-be lenni, azért a végtanulság csak az lesz, hogy hát azért gyerekek néha ki kell menni megszagolni a virágokat. Nem, tehát ott sem egyértelműen pozitív. A Snow Crash-t nem ismerem, a Snow Crash-nek a világát. Hát én ott sem. Ott igazából inkább ilyen, tehát nem olyan. Egyáltalán mi az a Snow Crash? Neil Stephensonnak az egyik kult ilyen cyberpunk paródia műve. Nagyon-nagyon szórakoztató, úgyhogy tudom ajánlani őszintén. Azt hiszem, mindent elárul, hogy már a főhősét is úgy hívják a regénynek, hogy hero protagonist. Úristen. Ott igazából, hát inkább díszlet a virtual reality, ott egy utca nevű hely a ez a metatér. Lenn az utcán. Lenn az utcán, ja. És hát igazából egészen olyan kicsit a Ready Player One-os sztorira hajaz, tehát igazából inkább szórakozásra használják az emberek, akármilyen avatarod lehet, vehetsz dolgokat, de azokat a valóságban nem tudod áthozni, tehát a valóságban nincs értéke. Nyilván minél elitebb környékén laksz, annál menősebb vagy, akkor vannak bizonyos feature-ök, amiket csak a hackerek tudnak elérni, stb. Mint mindig. Jaja. De ha már feljött, hogy paródia, a Cyberpunk-nak a megalapozó regényéről azért szerintem beszéljünk egy kicsit. A Neuromancer-ről, igen. Jól tudom, hogy ott volt, az hozta be például az olyan kifejezéseket is, mint a kibertér. Ott volt először kibertér, ami nyilván nem onnan ered a szó, de amit ilyen értelemben használnak. És hát ott volt először megjelenítve így ez az azóta nagyon elterjedt koncepció, amit a Shadowrun kapcsán is felhoztam. Ez a, hát van egy ilyen végül is virtuális valóságként megjelenített internet, amiben az emberek szintén dolgozgatnak, meg ügyintéznek, meg böngészgetnek, és hát hogy a hackerek oda, amikor bemennek, akkor kvázi egy ilyen virtuális térben
harcolnak a programok, meg a tűzfalak, meg egyebek ellen, és hát ugye ott is megjelenik a főhőst, azt tette tacsra, hogyha jól emlékszem, hogy belefutott valami túlságosan kemény ilyen védelmi programba, igen, ami kvázi az ilyen összes beültetését így kisütötte, és nem tudott visszamenni. Ha már itt a darkos virtuális valóságokról beszélgetünk, az Inception ti virtuális valóságnak tekinti, tehát belefér a koncepcióba az Inception? Én nem egy virtuális valóságnak, hanem egy fasságnak tekintem. Köszönjük szépen a tartalmas hozzászólást. Ezt ki is fejted amúgy, mert szerintem az Inception egy kifejezetten jó film volt. Jó, amúgy ötletes volt meg minden, csak nem éreztem ezt a koncepciót, hogy az álmokban gyorsabban telik az idő, és szintek vannak, és ha már 5 szinten lejjebb mész, akkor egy másodperc alatt 10 000 évet leélsz. Hát jó, azért azt hittem, hogy ennél valami... Igen, én is azt hittem, hogy valami alapvetőbb problémád van ezzel a filmmel. Nem éreztem meg az alapkoncepciót, nem tetszik, nem tudtam integrálni a személyiségembe ezt az elképzelést. Hát azért azt hiszem, hogy nem feltétlenül volt cél, hogy a személyiségedbe integráltam. Igen, így visszatekintve mondjuk elég érdekes, ha mondjuk a Terminator franchise-t úgy nézted, hogy ezt mindenképp szeretnéd integrálni a személyiségedbe. Vagy még inkább mondjuk a Rampage című. Ó, a Rampage az nagy király volt. Na, az sikerült integrálnod a személyiségedbe. Az sikerült. Gorilla. Az fölfogtam, jön a gorilla. Meg a nagy krokodil. Szerintem egyébként belefér az Inception a virtuális valóság, amivel hát be tudnak csatlakozni az emberek, ott tudnak egymással interaktolni, meg a környezettel is. Simán. Érdekes, amúgy nagyon sok ilyen viszonylag azért kevés könyv, vagy film, vagy bármilyen alkotás úgy kimondottan a virtual reality-ről, de nagyon jó eszköz, nagyon sok helyen föltűnik ilyen mellékszálként, vagy ilyen extra színesítő elemként, ahogy Lilla is mondta, és jó ízt tud adni a történeteknek, hogy van egy ilyen extra tér, ahol szintén van mélysége az adott világnak. Hát nekem... például az ilyen populárisabb művekben, mint az Avatar, egy ilyen érdekes koncepció volt ez az egész háborús veterán bekerül a navik közé. Mondjuk nekem Avatarban pont inkább a bolygónak a biológiája volt az, ami le tudott nyűgözni, a minden más meg nem. Hát az Avatarban ott azért tényleg elég ez egy ilyen, jó, hogy csinálunk kék cicát a főhősből, és hát valahogy meg kellett oldani, mert hát az nem létezik, azt nem tudják fölfogni az emberek, hogy eleve egy idegen faj képviselője legyen a főhős, úgyhogy mindenképpen kellett találni valami ilyen bumburnyák, ilyen jóképű gyereket, akit így megmutathatnunk az elején, na ő az, de most ő a kék cica, de amúgy ő az, nézed, látod? Hát ez, amiről sokszor beszéltünk, már a 70-es IQ-s kontrollcsoport. Hollywoodi betegség. Viszont nekem eszembe jutott egy más dolog, egy pár évvel ezelőtt ajánlottál nekem egy novellát, amit már majdnem elolvastam azóta. Viszont ahogy anno elmesélted, az úgy megfogott, ez a Nincs szám, de sikítok. Hát azt azért talán illik elolvasni, mint a modern vagy hát a mondjuk azért nem lehet mondani, hogy a modern sci-fi-nek az egyik alapja, de mindenképpen az egyik nagyon-nagyon prominens science fiction alkotás. Ez kifejezetten egy novella? Igen, ez a Harlan Ellisonnak a talán leghíresebb novellája, egy ilyen, hát nem is tudom, hogy horror végül is, de nem a klasszikus értelembe vett horror, már az elején minden szar. És arról szól, hogy... Akkor cyberpunk.
Nem is. Igazából arról szól, hogy a emberiséget az éppen aktuális übergonosz mesterséges intelligencia gyakorlatilag már tökéletesen kiirtotta, és az utolsó túlélőknek az elméjét viszont meghagyta a számítógép, de csak azért, hogy kínozni tudja őket egy ilyen virtuál térben. Érdemes elolvasni, aki még nem tette meg. Ehhez hasonló volt a Banksnek bizonyos kultúra könyveibe az ilyen szintén hasonló célokat teljesítő virtuális valóságok. Már nem pontosan emlékszem, hogy melyikben volt, de valahol volt ilyen pokol, ahova a bűnözőket küldték be, egy ilyen virtuális valóság setting. És azt hiszem, a körül forgott az egész történet, onnan kellett kihozni valakit. Hát ahogy az előző adásnak a végén feljött ez, hogyha megvalósul a teljes agy-gép interfész, hát akkor ez az egyik, ami igencsak komoly veszélyeket jelent majd, hogy ez lehetőségé válik. Felszínesen foglalkozik ezzel egyébként a Sword Art Online című anime is, amit bár én személy szerint annyira nem kedveltem, de a koncepciója az érdekes volt. Ott igazából annyi volt a sztori, hogy kijött egy ilyen nagyon-nagyon realisztikus, ilyen kardozós, ilyen virtuális valóságos, ilyen PC játék, és akkor mindenki ráizgult, jól rácsatlakozott, aztán az első küldetés közepén megjelent a fő tervező, és közölte velük, hogy na jó, akkor ezt most végig kell játszanotok, és nem tudtok kilépni a játékból, és amíg végig nem viszitek, addig itt rohadtok el. És ez így az első körben úgy érdekes volt, csak utána már annyira nem, de hogy így aki meghalt a játékban, az a valóságban is átélte ezt az élményt, ezáltal valóságban is meghalt. Ezt valamiért az animék nagyon szeretik, ezt a toposzt egyébként, sok ilyen virtuális valóságban beragadós anime van. Anno még a Hexine-t néztem, elég sokáig ott is valami hasonló volt, az ilyen misztikusabb valamennyire, vagy hát legalábbis úgy indul, a szintén egy nagyon népszerű ilyen virtuális valóság, ahol egyszer csak ilyen minden előzetes figyelmeztetés nélkül a bentlevők nem tudnak kilépni többet, és nem érzik a testüket, meg nem tudják, hogy mi van, bent ragadtak a játékban, és hát a főhősünk egy ilyen igazi kicsit emós, ilyen mizantróp srác, aki eleve se akart sose kilépni onnan, és most azt hiszi, hogy fú, innentől kezdve teljesült a kívánsága, és minden király lesz, és utána rájön, hogy nagyon nem. Amúgy, ami még eszembe jutott most, ha már így felmerültek a klasszikusok, így a Harlan Ellison kapcsán is, a virtuális valóság annyira jó ilyen csattanó volt sokszor, ugye hát a Matrix is végül is ezt játssza el, csak eléggé elterjedt lett, és így főleg, hogy most már az előző részben ugye sokat beszéltünk a mostani ilyen augmented, meg virtual reality-kről, amik most is vannak, meg majd lesznek, így valahogy elveszítette ezt a csattanót a science fiction. A napokban gondolkoztam rajta, mert valaki felhozta a film változatát az Ender's Game-nek. És ugye nem tudom, hogy láttátok, vagy olvastátok-e. Nem. Mindkettő. Leszpoilerezhetjük neked, Lilla. Egészen bátran, nem tervezem. De jó eséllyel egyébként pont arról, amiatt hoztam fel, mert amikor én annó ezt olvastam, már jó régen, akkor nekem ütött a végén a csattanó. Viszont így belegondolva, ha most olvasnám először, akkor 100%, hogy kitalálnám a csattanót már nagyon-nagyon előre. Itt arról van szó, hogy gyerekeket egy űrállomáson
képeznek ki arra, hogy a háromdimenziós ilyen űrharc téren megküzdjenek az emberiség fő ellenfelével, ami egy ilyen rovarszerű nép. És ahogy halad előre a kiképzés, nyilván ott is ott nagyon rossz a kölyköknek, meg mindenféle személyiség torzulásaik lesznek, meg egyebek. És ahogy halad előre, egyre jobban hajtják őket, egyre durvábbak ezek a harci szimulációk, amikben benne vannak. És hát az a könyvnek a vége, van egy ilyen különleges fegyver, ami mindent megsemmisít, hogyha sikerül valamit eltalálni vele. És az a vége, hogy Ender, a főhősünk, az eléri azt, hogy áttör egy ilyen kisebb, ilyen elit egységgel a szimulációban az ellenséges ilyen űrhajónaszádon, és hát az elejük, tehát szimuláció, az megnyerhetetlen, tehát nem tudnak győzni a flotta ellen, és hát ilyen, ugye ezek tinédzserek, ilyen dacból végül is az ellenséges bolygót szétlövik. Hogy látják, hogy nem győzhetnek a szimulációban, és akkor na jó, basszus, ezt nektek, így próbáljátok meg kicseszni velünk, és hát az a nagy csattanó a végén, hogy nem szimuláció volt, hanem az ő általuk küldött adatok alapján mozgatták a valós flottákat, és megsemmisítették az idegen anyabolygót, és gyakorlatilag kiirtottak egy teljes fajt. Egy perc némacsán. Szegénykék. Ja, hát igen, és természetesen még meg van spékelve azzal, hogy voltak éppen az idegen faj nem volt valójában ellenséges, vagy hát nem volt valójában gonosz. Hát az a még egy kis plusz ilyen extra, hogy az ideg, ezek a rovarlényeknek ilyen teljesen bojtudatuk van, és csak a királynők azok, akik értelmes lények. A többieket, azokat teljesen ilyen, tehát azok olyanok, mint mondjuk egy hangya, amit ők telepatikusan irányítanak. És mivel ők sem találkoztak soha egy másik idegen fajjal, ezzel amikor találkoztak először az emberekkel, akkor a legteljesebb nyugalomban fogták, és nem tudom, összefogdostak pár száz embert, és azokat ilyen rettenetes körülmények között így halomra mészárolták, meg szétszették őket, meg megnézték, hogy hogy működnek, meg ilyenek. És utána, amikor rájöttek, hogy minden egyes ember egy értelmes lény, akkor teljesen így elborzadtak, és nem is támadták meg újra az embereket, viszont az emberek megtámadták őket bosszúból. Mert amúgy technológiai alapvetően fejlettebbek voltak. Az emberek meg azt hitték, hogy majd egyszer visszajönnek, és jól kiirtanak minket most már tényleg. A Black Mirror negyedik évadának első részét láttátok? Még az első évad első részét sem láttam, de tudom, hogy van egy epizód, ami kifejezetten virtual reality-vel foglalkozik. Hát a negyedik évad első része kifejezetten több az. Több is van egyébként. Több is van, én szerintem. Azt még nem láttam, de sok Black Mirror-t láttam már. Szétszpoilerezhetem? Spoilerezd. Mi baj történhet? Hát ez egy ilyen Star Trek-es módon induló rész, egy csillaghajón vagyunk, pizsamába beöltözött emberkékkel, és az űrben grasszál ez a csillaghajó, és mindenféle kalandokat teljesít. Aztán egyszer csak a kapitány kicsatlakozik ebből a csillaghajóból, és kiderül, hogy ez egy virtual reality. És a valóságban ő egy kétfős cégnek, amiből egy ilyen gigamega vállalat lett, ami ezt a virtual reality-t fejleszti, annak a technológiai fejlesztője. És hát fokozatosan, ahogy haladunk előre a történetbe, kiderül, hogy van opció arra, hogy ha valakinek a génállományát megszerzed, akkor ez a virtual reality rendszer, ez a személyiségét, a teljes tudatát fölépíti oda bent a virtuális világban. Tehát gyakorlatilag egy teljes személyiség létrejön oda bent. És kiderül, hogy azok, akik a hajójának a legénysége, ők a valóságban is léteznek.
akiktől így ellopta a DNS-üket gyakorlatilag valamilyen trükkös módokon, és létrehozta őket oda bent. És hát kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon frusztrált kis köcsök figura, aki hát ilyen elnyomott, ilyen nagyon ez az igazi ilyen visító geek típusú figura, és akik rosszak vele a valóságban, azoknak ellopja a DNS-ét, valahogyan megszerzi a DNS-ét, fölépíti őket ebbe ezen a saját kis csillaghajóján, és akkor ott szolgáztatja, így csicskáztatja őket az örökké valóságig. És hát miután mindez kiderül, utána jön a valós cselekmény, amit már nem mondok el, de akár tippelni is lehet, hogy mi történik később. Az például egy nagyon ötletes cucc volt, nekem nagyon, nagyon adta. Érdekes hangzik, bár ez a DNS-ed alapján fölépítik a teljes személyiségedet, ez egy kicsit azért erős. Igen, igen, ugrottak egyet. De legalábbis mondjuk nem tudom, hogy végződik, azért még mindenképpen egy eléggé pozitív az alapvonal abban, hogy mondjuk nem mit olyan halomra gyilkolja őket, vagy megerőszakolja őket, vagy valami csak csicskáztatja őket egy csillaghajón. Ja igen, hát ugye az van, hogy a valóságban van egy csajszi, akibe beleszeret, de aztán a csajszi meg leszarja, egy új munkatárs. Ilyen helyes kis csaj, és akkor neki is megszerzi a szemét kukából a poharát, amin rajta van a nyála, és abból fölépíti a csajt oda bent a VR-ban, aki hát elég rosszul tűri ezt a dolgot. Ja, még van azért benne egy-két ilyen geciség, hogy akik nagyon húzamosabb ideig rosszul viselkednek a csillaghajón, azokat átváltoztatja valamilyen alien monsterré. Az még jó pofa. Nézzétek meg! Majd megfogom a Black Mirror-t. Az... Mindenképpen a Black Mirror az egy jó cuccnak ígérkezik. Hát ígérkezik most már 10 éves kb. Talán. Jó, volt hát számomra ígérkezik, mert én még nem láttam. Most eszembe jutott, szintén a 4. évadban van egy másik VR rész, és az is kurva jó, ott meg ilyen társkereső VR van. De arról azt most nem spoilerezem szét. Igen, amúgy nekem még az első évadban is van egy ilyen, ahol meg ilyen úgy termelnek energiát az emberek, hogy mindenki biciklin pedálozik, mert nem tudom mi történt, valami apokalipszis. Ja, igen, igen, igen. És akkor egy ilyen virtuális térben élik kvázi az életüket, ahol mindenféle virtuálisan megvető státusz szimbólum alapján tudsz egyre menőbb lenni, vagy nem. És amúgy pont az, amit mondtál erről, hogy ez a két fős gigacégnek az izéjáról, meg ugye egyből a Reddit Layerván jutott, de valószínűleg a készítők is onnan hozták a kis ötletüket. Érdekes egyébként, hogy ez a vonulat annyira megjelent annyira kezd megjelenni a valóságban, hogy érdekes nézni, hogy merre felé viszi el a fikciót. A Ready Player van egy ilyen, hát kicsit naív környezetet hozott létre belőle. A diaszpóra az meg ugye a nagyon sok bakugrással elévágott a dolgoknak. Érdekes, hogy így az ember gyakran nem gondol bele, hogy amúgy az Assassin's Creed franchise is egy ilyen virtuális, valóságos valami, mert ott annyival menőbb a múltbéli igen. dolog. Igen, azt hiszem, hogy az Assassin's Creed nagyon sokat tett azért, hogy ebben ne gondoljanak túl sokat bele az emberek. Amúgy, amihez én még visszamennék, az a Shadowrun, ahol nagyon jól működik ez a virtual reality párhuzamosan a szintén hát mágikus reality-vel, ami a Shadowrun hétköznapjaiban zajlik. Mindig nagyon szerettem amiatt a Shadowrunt, hogy annyira jól működik ahhoz képest, hogy egy olyan világ, amiben megfogták az összes létező fantasy és ilyen cyberpunk toposzt,
és így lapáttal összehányták egy kupacra, és megnézték, hogy mi sült ki belőle. Nekem és pont ezért kicsit taszító. Mondj valamit, ami miatt izgalmas és élvezhető ez a koncert. Ami szerintem nagyon jó a Shadowrunban, hogy ami miatt én nagyon élveztem olvasni a könyveket, meg a játékok is jók belőle, hogy van egy világ, ahol kiküszöbölték azt a problémát, ami sokszor feljön, hogy vagy túl sokat magyarázol el az olvasónak, vagy túl keveset. Ugye, hogyha van egy karaktered, aki egy világban mozog, aki érti az adott világnak úgy nagyjából a működését, akkor neki sok mindent tudnia kell, és rajta keresztül esetleg az olvasónak is. De ha mindent tudsz előre, akkor az ugye unalmas, az elveszi az egésznek, elveszi a felfedezés örömét. Ha viszont semmit se tudsz, és folyamatosan olyan dolgok jönnek szembe, amire a karakternek már rég gondolnia kellett volna, az megint nagyon szar. És a Shadowrun világa viszont annyira bonyolult, és annyira sokféle lény hupákol föl alá, meg annyira sokféle dolog van, annyi apokalipszis történik ott is egyszerre, hogy teljesen belefér, hogy szinte minden egyes történetben valami egészen új dolog jön szembe, ugyanaz egy egészen másik oldalról. Attól függően, hogy most a karakteret tényleg egy ilyen kicsit zakont utcai sámán, vagy tényleg egy ilyen kibertérben suhanó dekás, a Shadowrunner, aki a főszereplő, vagy akit játszasz, az egy ilyen igazi, lepattant, ilyen bicskás hülye gyerek, aki összekuporgatott magának annyi pénzt, hogy felgyorsítja a reflexeit, úgyhogy ő tud most legjobban késelni a sarki talponállóban, vagy tényleg egy ilyen milliárdosnak a saját személyes különleges ügynöke. Nagyon-nagyon sokrétű a világ, és a virtuális térben is szerintem nagyon jól oldják meg a legtöbb regényben, hogy izgalmas legyen, hozzátegyen a történésekhez, és beleillik az egész világba nagyon jól ott ez a virtuális térben, a virtuális avatárom ide-oda futkorászik, és akkor ott is, nem tudom, sárkányokat, meg űrhajókat, meg minden egyebet mészárolhat, meg őt is mészárolhatják, találkozhat mindenki mással, akiknek szintén nagyon király megjelenésű a virtuális énjük. Vannak ugye természetesen mesterséges intelligenciák is, minden van benne. És az elején kitértem rá, szerintem nagyon jók a nemrégiben megjelent 3 Shadowrun játék. Ez 3 számítógépes szerepjáték, és egyre jobbak lesznek, ahogy haladnak előre az idővel. Nincs sok közük egymáshoz, mind a 3 egy külön-külön történet. Az első a Shadowrun Returns, a második a Dragonfall, és a harmadik pedig a Hong Kong. És milyen jellegű játék egyébként? Izometrikus, és a Shadowrun, az asztali Shadowrun szerepjáték alapján megtervezett szabályrendszerrel operálnak. Szerintem kifejezetten jóra sikerültek a sztorik, a küldetések szemszögéből, mind a játékmechanika nagyon jó, egy körökre osztott harcrendszer működik a játék alatt, és ez a klasszikus a Baldur's Gate óta ismert ilyen dialógus fák alapján megtervezett dialógusok. Én nekem nagyon tetszettek, ami miatt a mai adásunkhoz kapcsolódnak, hogy a virtuális valóság viszont kicsit szegényes lett benne sajnos. Én azon töprengtem most, hogy a cyberpunk jellegű világokban ugye ennyire gazdag, meg népszerű a virtuális valóság, de a space opera, meg távolabbi jövőben levő sci-fikben meg nem annyira jellemző ez.
Jó, mondjuk pont a Diaspora meg a Banks az már említésre került. Hát de azért az űrupera az nem egy Banks jellegű dolog, tehát azért űroperát szerintem kifejezetten szórakoztató céllal szoktak írni, és nem magarcs irodalmi művek azért általában. Hát azért Banksnek a kultúra ciklusa az mindenféleképp űropera zsáner. Hát szerintem nem annyira. Konkrétan űroperás elemek talán a Holdpontban van a legtöbb, de azon kívül szinte egyikben sem. Hát a legtöbben azért utaznak bolygóról bolygóra, hát igen, meg vannak alien fajok. De ez teljességgel a háttérbe van szorítva. Legalábbis maga az űrutazás része, meg az űrfelderítése, az szinte semmilyen szinten nem jelenik meg. A legtöbb esetben az adott bolygókon, az adott helyszíneken a személyes és politikai konfliktusok azok, amik előtérbe vannak, és mellesleg valaki egy 3 méter magas fekete monolit. Egyébként ehhez szerintem jó lenne letisztázni, hogy te mire gondolsz űropera alatt, mert nekem mondjuk az ilyen tudományosan annyira nem megtámogatott kalandozós sci-fi az űropera. Hát én úgy gondoltam volna, hogy űropera minden olyan távoli jövőben, vagy ahhoz hasonló settingben játszódó történet, ahol az űrben zajlanak cselekmények. Az jó, mert én egy harmadik dologra gondoltam. Szerintem az űropera kifejezetten az a műfaj, ahol valakik egy űrhajóval mennek az űrben, és a hangsúly az a felfedezésen van. Tehát mind a Star Trek, vagy akár a régi szovjet szkifiknek a nagy része, a Stanislav Lemnek a könyvei, a könyveinek a nagy része, de igen. Ezt azért cáfolnám, mert űroperaként van definiálva Wesley Chu-nak az időrabló duológiája, és abban kifejezetten csak egy ilyen lepukkant világban igazából csak az időbe ugrálnak vissza, és lelútolják a régi jó cuccokat a menős múltból a ratyis jövőbe. De kérlek szépen, az űropera a science fiction egy alfajtája, ami lovagregényes, gyakran melodrámai kalandot helyezi előtérbe. Főleg vagy teljes mértékben a világűrben játszódik, így nagyrészt fejlett technológiát és képességeket birtokló ellenfelek csaplak össze benne. A kifejezésnek semmi köze a zenéhez. Hát legalább ezt mindannyian jól tudtuk. Az űropera sajátossága, hogy a szereplők, csaták, hatalmak, látványvilág és a témák sokszor eléggé nagy arányúak. Úgy de szép kifejezés. Hát ez azért egy nagyon tág fogalom, azt hiszem. De hogyha visszatérünk egy kicsit, akkor én felhoztam ugyanezt a kérdést, és szerintem amit ott felvetettem, az rá a válasz, hogy egyszerűen a távoli jövőben játszódó sci-fikben nem érdekes a virtual reality annyira. Mert az esetek többségében, ugye a diaszpórában pont azért jelenik meg, mert a diaszpórának az egyik ilyen alapfelvetése az, hogy a világűr tök unalmas. A valóság. A valóságban a megtalálható dolgok száma véges, vagy legalábbis az érdekes megtalálható dolgok száma nagyon véges. Ha találsz egy bolygót, akkor az jó eséllyel egy unalmas, ilyen sivár kődarab, amiből a 27-et már nem fogod élvezni. Az idegen lények, amik feltűnnek, azok olyan szinten idegenek, hogy konkrétan esélyed sincs semmilyen szinten megérteni őket, kivéve, hogyha saját magadat is átalakítod olyanná, akkor meg már a régi önmagadat nem fogod megérteni, és hát a virtuális valóság, mint az egyetlen menedék így a fejlett elmék számára. Ez jelenik meg, de a legtöbb távoli jövőben játszódó sci-fiben nem ez a helyzet, hanem ugye mindenféle kék, zöld, lila éljenek, futkosnak föl alá a világűrben,
csúlyognak a lézerek, hogy lövik egymást az űrhajók, meg rabszolgabolygó, meg nem tudom, óriás űrbána úszik a csillagóceánba, minden sarkon feltűnik egy elmondhatatlan mélyűri rettenet. Tehát ilyen körülmények között tényleg az, ami a Star Trekben, pont a Star Trek kapcsán is feljött, maximum lazításként lehet azt mondani, hogy na jó, elmegyünk egy kicsit a virtual reality-be, és nem tudom, kapálunk krumplit. Mert most már rohadtul elegem van abból, hogy valahányszor kinézek az űrhajón az ablakán, már megint egy rovar alien faj próbál meg bemászni, hogy belénk petézzen. Ez nagyon Rick and Morty-s fordulat volt. Rick and Morty-ban is biztos volt virtual reality rész. Szerintem ott a multiverzum önmagában annyira érdekes, hogy nem volt szükség egy virtuális valóságra. De nekem... volt virtual reality rész. A nem tudom melyik alienek, akik meg ki akarták szedni a rigből a valami kódot talán. És azok voltak az alienek, akik nagyon nem bírtak a mesztelenkedést, így mindig mesztelenre kellett vetkőzni, hogyha meg akartak beszélni valami fontosat, akkor lekapcsolták a kamerákat. Ami még most eszembe jutott, a kicsit a Shadowrunra hajaz. Volt egy magyar ilyen novella füzér, aminek a főhőse egy varázsló volt, aki minden novellában valami más ilyen világba utazott el, Monász apónak hívták talán. És sose hallottam róla. Én sem, nem tudom, miről beszélsz. És minden novellában elutazott valami világba, egy ilyen nagyon nagyhatalmú varázsló volt, és ott meg kellett oldani valami problémát. Kicsit ilyen kvantumlípes volt az esemény. És az egyik novellában egy ilyen távoli jövőben rehajazó világba utazott, ahol mindenki űrhajókkal járt ide-oda, és nem volt mágia. Úgyhogy eléggé nagy szarba került. És de persze ott is ilyen orkok, meg elfek, meg ilyenek voltak az űrhajón, és becsatlakozik a virtuális térbe, és rájön, hogy ott működik a mágiája. És ilyen irdatlan nagy kalamajkát kavar, mert a helyi, nem tudom, szuperhekkerek, meg ilyen kiberrendőrség, meg senki nem tudja feltartóztatni, mert szétvarázsolja az egész virtuális valóságot a gecibe. Erre emlékszem, nagyon régen olvastam, de ezt nagyon tetszett ez a kis novella. De ez micsoda, vagy ki írta, vagy? Nem tudom az író nevét, mondom, a Monász apónak hívták a főst, és a Kerubion... a novellás köteteiben tűnt fel alkalmanként egy-egy novella az ő főszereplésével. Tehát ez nem egy összefüggő novellás kötet volt, hanem mondjuk 5-6 novellás kötet is volt, amiben egy-egy novella feltűnt vele. Mit gondoltok egyébként arról, hogyha az előző adásba tárgyalt technológiák egy kicsit előre törnek, és populárisabb lesz a virtual reality a valóságban, és több embernek lesz erről személyes benyomása, akkor a fikcióban is ez intenzívebben fog megjelenni? Hát, mint mindent, itt is két út lehetséges. Az egyik az, hogy igen és nem. Igen, az egyik az, hogy olyan lesz, mint a mobiltelefon, hogy annyira természetes, hogy senki nem fog novellát írni arról, hogy a kis Petike az óra alatt nyomogatta az új Samsung Galaxy S7-ét, amikor váratlanul beszippantott egy virtuális valóság. Váratlanul a mobiltelefon földén találta magát, hogy jól kinézték, mert ő nem volt mobiltelefon. Ja, ahol a Candy Crush megelevenedett. Hát csak kezdem, Illa, hogy ezt most mondod, de volt Emoji Movie. Igen, tudom. Viszont nem beszéltünk a Tronról egyébként, ami szintén a virtual reality-nek egy nagy klasszikusa. Nem mondja végig a Lil, na jó, mondjad. Palit úgy sem érdekli, hogy mi mit akarunk mondani. A lényeg, hogy koncepciót szolgáltathassunk az ő monológiához. Ezt nagyon jól látod, lelepleztél. Hát azért az igen vékony volt ez a fáj. Szinte ott sem volt. Bármelyik lengeszelő leleplező. Na de a másik.
A másik pedig az, hogy az íróknak így megragadja a fantáziáját még jobban, hogy így testközelből is átélhetik ezt az élményt, és elkezdik okádni magukból az ilyen történeteket. Én úgy gondolom, hogy amikor először elkezdenek majd tényleg ilyen populáris mainstream médiákban megjelenni, mert nem a fikcióban, hanem kifejezetten mondjuk vetélkedőkben, meg egyéb helyeken a virtuális valóságok, akkor szerintem biztos lesz egy ilyen felpezsdülés, az ilyen az ember, aki beleragadt a virtuális valóságba jellegű történetekben. Jaj, látom már a vörös pöttyös könyveket, ahol egy lány benn ragad a virtuális valóságban, egy szőke és egy barna hajú fiú. Nem, még jobb, hogy az egyik fiú az a valóságban van, a másik meg a virtuális valóságban, és azok között kell választani. Ez már bestseller. Igen, Gábor, írd meg, most írd meg. Attoltatok, hogyha én írd meg, akkor nagyon rövid lenne, és feltűnően kevés romantiká. Leila kicsatlakozott a virtuális valóságból, és inkább elment egy kicsit Assassin's Creed-ezni, és leszarta mind a virtuális fiút, mind a valóságos fiút. Gábor féle verzió. Tudunk-e fikcióban augmented reality-ről? Hát, ugye a Tony Stark eléggé menő cuccokat használ a Vasember szériában, amik már így szerintem nevezhetők augmented reality-nek. Igen, hát, és egyébként nem feltétlenül, mert ő nem, tehát ezekkel nem terjeszti ki a valóságot, ez csak annyi, hogy a mobiltelefonja, a képernyője nem a kezében van, hanem a szem előtt. Hát azért, amikor az Ultrontot programozzák a mancsukkal a levegőben lebegő mindenféle ilyen fénypászmát. Jó, azt adom. Tehát mostanában az augmented reality szerintem olyan dolog, amire azért önmagában nem nagyon lehet egy művet fölépíteni, de tényleg nagyon jó, ilyen instant sci-fi háttér. Tehát hogyha jön az über brutál szörnyeteg, ami épp most szét fogja fosni New Yorkot, akkor kurva jól mutat, hogyha nem, mit tudom én, papírmodelleket tologatnak a telepasztalon a generálisok, hanem ilyen mindenféle csili-vili, fekete és kék számítógépes, ilyen holografikus ábrákon kalamol mindenki, és akkor látod, hogy mennyire meg a király technológiával akarják teljesen sikertelenül elpusztítani azt a kurva gyíkot. A Quantum Tolvaj című könyvben volt kurva jó augmented reality, azt hiszem a Marsi városban, amikor oda ment a főhős, ott volt az, hogy mindenkinek ugye ilyen kontaktlencse és augmented reality device-a volt, és közösen egy ilyen konszenzusos rendszerben voltak, és senki nem látta a másiknak a valódi arcát soha. Ez az a Finn csávónak a könyve? Igen, azt hiszem, igen. Nem jut eszembe a neve valami. Hallunk, csak nem tudom kimondani a másik részét a nevét. Igen, Mikka, Makka, nem tudom valami. Majd megnézzük és beírjuk az gyerekek adás alá. Gyerekek, tiszteljétek a más kultúrákat. Erről már a robotikás részben, ami, ahol egy kicsit szintén elkanyarodtunk, mint általában a szexualitás irányába, ott előjött ez a koncepció, hogy úgy találkozol majd emberekkel a jövőben, hogy nem fogod tudni, hogy kik ők valójában, mert mondjuk csak az avatárjukat látod. Hát fikciónak nem annyira nevezhető, de ugye például a Second Life és társai azok most is így működnek nagyjából. Tehát ezek a játékinterfészek, ahol egy virtuális avatárral együtt héderelhetsz másokkal a virtuális városban, és nem az a cél, hogy mondjuk nem tudom, jól leverjétek az orkokat vagy valami, hanem csak az, hogy jól megsüssd a pizzát. Hát, vagy még inkább csak az, hogy interaktolj a másik emberekkel, de egy ilyen virtuális téren keresztül, és akkor nem tudom, nem kell látniuk a nagy bibircsókot a homlokodon, meg nem a
nem tudom, nem a kis Suzuki-ddal pöfögsz oda, hanem a repülőgép anyahajóddal a házik meg ilyenek. Igen, meg a kis piros foltot sem kell az arcodon látni, mint az Artemisnek. Ja, igen, tény. Kimaradt egyébként az egyik nagy alapmű, a Tron. Ja, igen, az előbb már fölmerült. Igen. Igen, csak elsiklottunk felette többször is, és egyéb, és nem csak maga a Tron, hanem ez a fajta ilyen, hát azért talán műfajnak nem nagyon lehet nevezni, de nagyon elterjedt volt ez a toposz is egy időben. Ez a virtuális valóság light kvázi, hogy valamilyen úton módon a számítógép valakit beszippant, és akkor ott majd számítógép falván mindenféle galibákba keveredik. Igen. Hát ugye a Tron az végül is erről szól, hogy bejutsz, és akkor kiderül, hogy az összes ilyen klasszikus számítógépes játéknak a szereplői azok valójában hát valódi emberek. És akkor nagyon menő, hogy lehet ott hasítani a csíkot húzó motorral, meg haigálni a kiberdiszket, és jól hókon nyomni vele az ellenfelet, hogyha úgy alakul. Sajnos én csak a második részt láttam, és bevallom, abból sem emlékszem túl sokra. Csak ezekre a menős motorokra. A második rész az egy számítógépes játék volt. Vagy hát nem második van rész, hanem a remake, a remake-re gondoltam, nem a második részre. Hát azért az eredeti az nem öregedett annyira szépen. Mondjak egy nagyon szar szó viccet? Ne. Igen. Az egymillió modik részt viszont már láttuk a Tronból. A Megatront. Aha. Jó volt. Mi? Sajátságos. Nagyon-nagyon. Még az jutott eszembe, hogy azt az egész fostos filmet megérte a virtuális piac térért megnézni a Valériánban. Ó, igen. Na, azt én ja, is... Ja, igen. És az augmented az reality. Az augmented reality volt. Mert ott a pusztába kóborolt mindenki sisakkal. Az volt a legjobb jelenete a filmnek, az vitathatatlan. Vagy a legjobb színje talán, mert azért igen, elég hosszú. És Kenterbe vett az egész gagyi űrállomást. Igen, ott beleadtak a kreatívosok apait, anyait. Nem volt annyira zavaró a színészek tehetségtelensége. Akkor még az elején volt, és azt hittett, hogy lesz ez majd jobb is. Igen, igen, igen. Nem is voltak tehetségtelenek. Á, nem, csak végül sem. A csaj az elején a legborzalmasabb jeleneteket is ilyen félvigyorral szemlélte, aztán a közepén a filmnek szólt valaki, hogy te néha ijedj már meg, mert mégiscsak egy női főhős vagy, és utána le se lehetett mosni a kétségbeesést az arcáról. Nagyon csúnya cinizmussal el szegény Cara Delevingnehez. Ez előfordulhat. Amúgy viccen kívül én másban kedveltet, szerintem nagyon érdekes fizimiskája van a hölgynek. Ez nem szokott dicséret csak lenni. De nem, és szép is, és érdekes arca is van. Tehát nem úgy érdekes arca, hogy randa mind a bűn. Érdekes, hogy ez egy arc. Hanem egy szép nő szerintem, akinek kifejezetten érdekes vonásai vannak, csak mozgassa is őket néha. Tehát azért az sose árt, hogy ilyen... Ha már valaki színész, akkor a mimika az nem jön rossz. Hát igen, tanulnia kellene Kirsten Stewart-tól. Ó, igen, az biztos. A nyitott szája bámulást. A borjú az új kapura, typecasting. Ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Legyetek rosszak, és iratkozzatok fel gátlástalanul a csatornánkra. Semmi se tartson vissza titeket attól, hogy feliratkozzatok. Sőt, a kis harangot is jelöljétek be a YouTube-on, hogy azonnal értesítést kapjatok a legújabb adásról. A VR szemüvegeteken keresztül. Pláne. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!